Sziasztok, srácok, Sándorról vagyok, az Almond Warfare-ből, és két gyakran ismétlődő kérdéskört fogunk egy kicsit átrágni ebben a videóban a Franken és Izumi Sensei nagymesterrel, aki itt van velünk, szia! Szervusztok! Az egyik ilyen kérdés, hogy melyik járműben milyen parancsnokot ajánlok, illetve egyáltalán miért van az, hogy videóban elhangzik, hogy melyik járműben milyen parancsnokot szokás ajánlani vagy tenni, és egyáltalán a parancsnokok az ő képességeik, a szintjeik, mit kell róla tudni, mit hogyan lehet róluk tudni. Az én esetemben ugye van két prémium parancsnok, amely Jorge Alvarez és az Olivia. Bouchard, örülök, már volt egy-egy külön bemutató videó. Nek van a saját videójuk a csatornámon. Annyit tudnátok mondani, hogy Jorge elsősorban hogy a képességeiből látjátok. Elsősorban egy MBT és TD parancsnok, ezt meg tudom így erősíteni, mivel hogy csupa közelharc képessége van. Az Oliviának azért az álcázásra, meg felderítésre, meg egyebekre való képessége miatt őt mondanám inkább egy ilyen TD-s, light-os, IFA-s, AFA-s, nem éppen elsősoros kötekedős parancsnoknak, inkább a távolsága meg az álcázásra van kiegyezve, ezért mondom, hogy inkább például light-okban egy első osztályú parancsnok. Ezek mindennek, ezek nyilván XP fokozókkal is, és én mind a kettő tudja azt, hogy 2 másodpercet csökkenti a töltésidődet bármilyen járműben játszanak. Ugye, ez a két prémium parancsnok van, Franky? A kipénzzel vehető? Igen, jelenleg még csak ez a kettő van, de szerintem ez a kettő is elég. Tehát az, hogy parancsnok aranyért árulni, de szerintem nálam egy kicsit annól kicseszte a biztonságot. Nekem jól jöttek viszont, és kapor jöttek. Ugye két dologra használom őket elsősorban. Prémium járműben prémium parancsnok van, minden esetben, nincs kivétel. És a más dolog az, hogy ameddig modulárisan nem fulloztam ki egy adott járművet, addig ugye őket használom. Aztán van a következő osztálya, jövünk lefelé, az Erin O'Connell, ő nem prémium parancsnok, nem rendelkezik fokozókkal, de pénzét volt kapható a szempatit napi vásárba, egy projekt nálam. Tehát ő az Erin az, akit én megvettem magamnak, őt fogom majd kifullozni, és ugye a következő kasztba soroltuk az XP-ért kinyitható parancsnokok. Rengeteg van azokból is. Van, amelyikről például tippem lövésén nincs az arásid, Atassi fogalma nincs arról, hogy az mire lenne jó igazából. Ez a Gia, Cikla, Lauri, vagy meg sem próbálom kimondani a nevét, teljesen minden valami izraeli fószer. A Catherine Gray. Ez a különböző jármű fejlesztési vonalakkal kerülnek be egy-egy járműnek az ilyen kinyitható extra parancsnokai XP-ért. Őt nagyon keveset tudok, és akkor vannak bent a régi jól beártott parancsnokok, úgymond. Ők jelentenék a harmadik kasztot. Ha lehet ezt így mondani, ilyenek, mint Juan Carlos, Filip, talán Filip azt hiszem a legrégebbi parancsnok az egész játékban. Így van. Ezekről mit lehet tudni, mert ugye nagyon egyértelműen meg szokták mondani, a Filip mire jó, Sabina Washington, ezek mire jók ezek a parancsnokok. Szerinted mi a... Ha lehet így mondani mennyi sorból, Filipnek mik a sajátosságai? Filipnek szintén nem nagyon használom, mint parancsnokot, most is csak a T-14 armatában van. Na, már nem azért, mert is parancsnok, hanem azért, hogy legalább fejlődjön valamerre. Ki volt a másik? Sabrina. Sabrina, ő a másik, amit fejlesztek, tehát ő ott megállt a... Hol is? A Chief Warrant Officernek a rangfokozatban ott megállt, és én ott pihentetem őket. Na most egy parancsnokra, ha bemegyünk, akkor lehet látni egy képességi fát, ezt nyilvánvalóan le is lehet rezetelni, akár teljesen nullára a képességeit, hogyha nem úgy van összepakolva, hogy szeretnétek vele tovább haladni, akkor úgy tudjon fejlődni, ahogyan ti szeretnétek, de ezeknek a képességeknek azért vannak limitáció, tehát nem lehet mindent kinyitni először is. Ezt jól tudom, ugye? Egy. Tehát valamilyen szinten kötve van az, hogy milyen irányba lehet őket fejleszgetni. Ez nekem is egy elég zűzavaros történet, mert nekem is össze-vissza, amit értem, próbáltam kinyitni. Tehát ilyen dolgai vannak a Rachel Kramerrel is, akinél hát azt lehet látni, hogy amit tudtam, közben mutatom a srácoknak egére, amit csak elérhető volt, mindenki lett neki nyitva. Már most ide szeretném, hogy a legénységet tudja jobban fejleszteni. Ez nekem fontos lenne. Gondolok a túlélőképességét tudja 10,9%-kal. Tolni, ezekre szeretnék itt rámenni, illetve ha meg fogjam én nekem azt engedni, akkor az off-roader track, battle fuse, ezt a vonalat húzni, de lehet, hogy teljesen máshogyan fejleszteni is, hogy ne a legénységre, meg a járműnek a terepjáró képessége, meg a lőpontosságára legyen kihatással, hanem majd teljesen más deadly explosive, hogy damage-elni tudjon jobban,
vagy rotasabb a járműnek a forgolódása, hogy tudja a tengely körül fordulni, a forgalom tojóforgása, meg ilyen dolgok, vagy a karbantartásra is lehetett volna húzni, hogy a maga a jármű szívósabb legyen attól, hogy Rachel benne a parancsnok. Szóval ezek ilyen képességi, nem azt mondom, képességi fába vannak erre, ez egy képességi táblázat. Ezek gondolom változtak, hogy az Almond Wolf felment az idők során előre. Így van. Ugye kezdetben volt a parancsnokoknak ez a... Most nem tudom, hogy fogalmazzam neked, ez a keresztes. Igen. Oldás, hogy egy fix képesség, utána jött egy választat, utána megint egy fix, és utána megint egy választat, és utána egy utolsó fix képesség. Ez így 5 skill egy parancsnokba, ez szerintem a annó nagy találva. Azt, hogy most ezt behozták, illetve nem tudom, hogy most erről beszélgethetünk el, hogy anna is, hogy most mi a helyzet ezekkel. Hát egész nyugodtan. Nem tudom, nekem most van 9 képesség Rachelnek, de egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy mit fog még megengedni, hányat lehet egyáltalán ebből a táblázatból kihúzni neki. Hát igazából, ha megnézed, hogy hány rangfokozat van, akkor ki lehet tapasztalni, hogy hányféle képességet. Igen, mert egy előletetésnél kapunk egy képességet minden parancsnok közül, és én nekem már Second Lieutenant, sorra jó, nagy, körülbelül, mint tudnám fordítani. Aztán lesz a Lieutenant szint. Lassan be fog érni a Premium parancsnokot. Ugye a Premium parancsnokotnál még azt elmondom, mind a képességek, mind a fokozók kötöttek, nem lehet változtatni őket, és őket nem lehet előléptetni sem. Tehát, hogy be vannak betalozva egy bizonyos szintre, tudják, amit tudnak, kalapkabát. Viszont sokkal magasabb szintre föl lehet hozni a hagyományos parancsnokokat. Most legyen az pénzé vásárol, 10 pénzé kinyitott, teljesen mindegy, hogy játékban régebb volt a benn lévő szabadon élhető parancsnok. Nem tudom neked, kolonel szintig, ami a abszolút plafonodáig van, húzza valaki? Juan Carlos Miramon, ha jól mondom a nevét. Ő az, akit csak használ a képébe. Meg van a Catherine Gray, itt ugye anna a kampány. A sztori kampány küldetéssel lehetett kapni. Ő is inkább említés parancsnok. Igen, és még egyet kisat felejtve a kasztrendszerben van még eventes parancsnok is. Jól veszek a Warlords of Wasteland-nek lehetett nyitni, az egyik fő díj volt igazából egy parancsnok. Róla én annyit tudok, hogy tud Artit beívni valahogy, mint a War Thunderbe. Valami módon, ha jól tudom. Mert rácsodálkoztam arra, hogy jött az Arti figyelmeztetés PvP-be. És akkor mondom, te jó mostan az ellenfőnek Artie van, és írják rám a chatból, hogy nem hülye, hanem az eventes parancsnoknak van egy olyan képesség, hogy be tud hívni Artit bármilyen játékmódba. Igazából az is Artie, hanem ATG-en zápor. Inkább rakétának vettem, és nem igazán Artie-nak, olyan, mintha katyusával megsoroznának. Ja. Azon kívül nem tudom a képességét, tehát nem vagyok olyan tisztában, ugye nekem nincsen meg, nem is ismerek őt, akinek megvan, neked megvan esetleg a eventes parancsnok? Meg se vettem, őszintén leszek veled, meg se vettem azért. De amúgy igazából, ha a belül, tehát van fent, ahol lehet ezt a nyomon követni a fejlődésedet a... Igen, közmondtam most rácoknak, hogy valamilyen szinten benne vagyok, de... És elvileg én tudok egy olyat, hogy rákattintok a parancsnok vezikonjára, és beadja a képességek. Vagy úgy képet kapja arról, hogy... Igen, nekem is ebből kipörödtek idáig festések, különböző fokozók elsősorban, prémium időszak, egyebek, ezt azt tudnám mondani igazából. Nem nagyon vittem túlzásba, nem grindoltam szét magam benne, úgy gondoltam, hogy hát időként adogatja ezeket a kis battle coin-okat, mondom, ha valamit tudjam beváltani legalább, ennek érdekében van. Néhány dolgot kiszedtem belőle, de lényeges dolgokat még igazából nem. A kréteket nem akarok benne vásárolgatni, mert semmi értelmét nem látom, ezekből nem fog de kiporogni túlságosan sok minden, de goldot, prémium időszakot, prémium járműveket is elméletileg ki lehet beleszedni. Ez a rank sor itt mutatja azt, hogy meddig lehetne eljutni, igazából mennyi mindent lehet kiszedni. Credit, Global Operation, Global Reputation, elnézést, festések, járművek, sok mindent ki lehet nyitogatni belőle. Nem tudom igazából mire jó. A missionekbe lehetett volna ugye kigrindulni, csak én nekem ez nem nagyon volt megint csak a grindolás az erős oldalam. Battle coin-okat meg, ugye lehet venni a store-ba is pénzért, több tízezeres battle coin csomagok vannak, hogy akkor battle coin-ért is ki lehetne dolgokat nyitogatni, de hát... Én arra nem hiszem, hogy költenék, illetve iszonyúan sok, tehát az kigrindolni egy 8-as prémiumot,
Rengeteg feladat van, Battle Coinból kinyitogatni, vagy nagy isten Goldért kinyitogatni, mert azt is lehet, az már nagyon-nagyon sok. És én úgy gondolom, hogy egyik ilyen jármű sem éri meg azt, polarisztikus áron, most M1 ágy Abrams Storm. Nagyon jó dolog, nagyon vicces dolog, Klámozatoknak is van ilyenje, de normálisan kikindulta, végigment a soron, ahogy kell minden feladatot megcsinált érte. Nem gondolom, hogy ezek közül bármelyik is remélyen törném magamat. Vagy elhaigálnám erre azokat a battle coinokat, amiből tudok kiszedni a battle path-ból, a rankből, a különböző dolgokat, amiket legalább használok. Aminek van némelyest értelme, hogy nem volt egy rossz dolog az event, aki esetleg nyomta, de valóban kellett hozzá vásárolni. Azt hiszem 2-4-es pap Budweisernek az árájé vettem a hozzáférést. És sörbe mérek, na arra ugyatok, de... Nézzétek ezt el nekem. Voltak benne klassz cuccok, lehet ebben a dolgokat ugye kiszedegetni. Akkor a parancsnokokat átláttuk, és a másik ilyen gyik, gyakran ismétlődő kérdés, hogy hát ugye melyik jármű vonalon induljak el, most ugye minden járművonalnak azt lehet mondani, hogy vannak nyilvánvaló előnyei, van valami selling point, hogy miért pont azon az MBT vonalon, mint elsősorban az MBT-kre rányomni a kérdés, illetve vannak hátulütői. Most akkor a fentől lefelé ezeket még átálljuk dealerről dealerre. Akkor a legelsővel nyitnánk azt, hogy Merkava sor. Nekem a Merkava élmény a Merkava 2D-vel kezdődött, mert ugye a Merkava 2D-nél azt kell tudni, hogy az egyik legelső, ha nem a legelső 7-es prémium tankom volt. Jó dolog volt az, hogy táras, húdomban viszonylag erős volt a páncélja, de azt hiszem a sofőrön meccset nem igen élt benne túl, de a belső kamerát kellett bele. Ennyit kigyújtva én tankkal, mint a Merkavával soha nem voltam. A motor a vállalatban sárga volt, piros volt, volt minden baja. Itt az egyes Merkavának még ráadásul a Merkava 1-nek még a toronyfrontján is van egy elég jelentős gyenge pont, úgyhogy azzal még húdán az is nagyon lehet. Mert igazából a 8-as Merkava az, ami azt mondom, hogy az van egy bitan kemény tög. A Barak Zohar, őt nagyon szeretem, ő a kedvenc, személy szerinti kedvenc 8-as MBT-m. Összességében én nekem a Merkava vonal csak eddig van meg. Én azt látom, a selling point az lehet, hogy azért viszonylag erős vontás, páncélzat és tár. Hátrányok az, hogy nagyon könnyen kapunk amoreket, talán. Elég sokat vannak kigyújtva, és ugye a motornak, illetve a sofőrnek a sérülékenysége szerintem végig megmarad, de én csak a 8-as tudok nyilatkozni. Nem tudom, Franky, 9-es, 10-es Merkava, valami erősség, gyengeség? Hát, maximum. Hát előnek azt tudom csak felhozni, hogy ugye táros, tehát a tűzerejük az magasabban van, mint bármelyik TR-10-esnek. Viszont, ja, meg kell az, hogy rendelkeznek még a APS-sel, azt hiszem a hard kill APS. Igen. Leszed mindenféle gránát. Igen, ugye APS-ben van a hard kill és a soft kill, azt hiszem, hogy a Tier 9-es Premium Opotnak van mind a kettő, ő az egyetlen ilyen MBT. Egyébként itt hogy különbözheti meg a játék a hard kill-t és a soft kill-t? Ez egy nagyon jó kérdés. Mert soft kill lenne, én úgy tudom, hogy elméletben a soft kill, APS és ezeket az APS Active Protection Systemnek vagyok, és tehát aktív védelmi rendszer. Azt hiszem, a soft kill lenne elsősorban a rakétákra kiegyezve, míg a hard kill lenne elsősorban a mindenféle másra. Tehát a gránátok rágyúlövedékekre kiegyezve. Így van. Csak most nem tudok hirtelen egy olyan tankot, amelyiken mondjuk soft kill lenne. Azt hiszem a K21-ek. Bár még ott van. Na igen, ez a Merkava vonal. Mondtuk, hogy vannak előnyök, vannak hátrányok. Akkor menjünk le Wolfie-re, egy dealerrel lejjebb. Itt van az... Igen. Hátrányból. Ha egy Challenger 2-esnél lassabb szeretnétek, legalábbis személyes tapasztalatból, hogy akkor a Merkavákat. Igen, tehát nagyon mackós a mozgás. Meg egy más dolog, ami viszont engem zavar, az az, hogy borzasztóan pontatlan az ágyú. Tehát hiába is próbálsz rá kiegyezni retrofitekkel, illetve a legénységnek a képességeivel, látványosan pontatlan az ágyú, és ez PvP játékmódonban, PvP randomban, vagy Global Operationsben, ahol az előfordulnak a nagy távolságú lövések, ez egy rohadt nagy hátrány. Ez egy ilyen közelharcban mondjuk erős, ha feltéve és akkor, ha a hasát tudod valamennyire dugni, akkor közelharcban a frontális páncéljával, meg a táros ágyújával tud villantani, vannak nagy pillanatai, de közepes és nagy távolságon eléggé el van veszve, szerintem. Így van. Abrams,
Hát az Abrams ugye az egyik első alapító MBT vonal, ami legrégebb óta van benne a játékban, sok mindent megélt, buffot, nerfet. Nekem van nem egy agyém premium változatom, ami egy fel tier 8-asított, hát tier 7-es igazából képességeibe, tehát nem összekeverem, de az M1 A2-essel, nagyon nem ugyanaz a történet. Sokat nem tudok volna ebből kifolyólag mondani. A 7-es csak ki van nyitva, hogy megvásároltam olyan kerét, de nem vettem meg. Nekem a 6-ossal elég sok bajom volt. Lassú töltés, gyenge átütés, kisebbzés, papírpáncél. Többet nem bízom ebben a 7-esbe se. Az Abrams tűnik egy olyannak, amilyen Jack of all trades, master of none. Tipikus amerikai járműépítés, tehát hogy minden területen villant valamit, de nincsen kiegyezve nagyon egy dologra, hogy egy selling pontja legyen. És akkor az Abrams-ekről én elmondtam, hogy nekem ugye az átütéssel is bajom van, a páncéllal is bajom van, legalábbis jelenleg. Gondolom, hogy ez nem volt mindig így. Erről inkább átadnám a szót Frankinek, hogy az Abrams vonalról fejtsd ki a meglátásaidat. Abrams eredetilegben jó volt. Most amúgy még jobb, amióta ugye az M1 Abrams, hát a simát azt levitték tier 6-ba. Meg ugye nagyon a balansz 2.0-kor volt. Örültek is az emberek. Jó is volt minden, szép is jó. Mostanában van, hogy például a mostani patch-el, amikor a franciákat behozták, akkor volt, hogy elméleti síkon, papíron a páncélt helyesbítették, tehát jobbnak kéne lenni. Nem úgy érzem. Ahhoz képest igen, buffolták, ez egy ilyen ninjan el. Ugye World of Tanks-es szakszavakkal élve, hogy lenerf, de nem tették a hírét, hanem ez csak játékot a posztolat, hát, igen. XM1-et is akármivel ránézek, nagyon szintű kínai van, hogy pánál leopád, akkor ránézek, de mondja a leopádban lősz, ami vasz. Hát olyan zöld, mint a Lucerna tábla. De így van. Papírkutyák. Plusz és... XM1-3-nál van az, hogy a T-14 armatában más bármilyen vagy, és citromsárgának jelzi a hasát. Az zöld. Egy lövést megér. Tehát a citrom sárgán, igen. Azt mondom, hogy... 80, nekem 80 plusz százalékba bemegy minden lövés. Tehát ilyen 10-ből 7 alkalommal biztos be fog menni a front páncélján. Vagy a sor, és ugye nem kezdi el a játékos a tanktornyát mozgatni jobbra-balra, akkor a ágyú alatt levő kis téglalapacska rész. Az igen, a la War Thunder, tehát harapd el a torkát, mint a War Thunder. Így van. Jobbik esetben závázatot lő, rosszabb esetben csak megsebzed, ATGM esetén megszedzed a závázatot tankból. Igen, következő van a Leopard, ugye a Leopardoknak van egy két sajátosságát, az egyes Leopardok azok ugye hírettebb papírok. Itt azt mondom, hogy a Leopard 2 AV-t én a legjobb 6-os MBT-nek éltem meg. Mind a Premium, mind pedig a Tech-tív változatás, sőt a Tech-tív talán még jobban szerettem, mint a Premiumot. A 7-es Leopardnak a páncéjával kezdte gondolkodni, de az átütésén mindenét kárpótolt. A 2 A5-ösnek már inkább csak húdámba volt valami páncélja. Nekem a 2 A6 tűnt úgy, hogy alapvetően van némi páncélja a frontra és az appliqué kiegészítő páncéllal. Összességében az egész vonalra az jellemző, hogy vagy teljes mértékben papír, vagy csak a tornyának van valami páncélja, viszont az átütés a selling pontja, mert mindig minden tírban azt lehet mondani, hogy Leopardnak van egy automatikus a legnagyobb átütése. Tehát ők ugye a mobilitásra és az átütésre vannak igazából kiegyezve. A hátulütője meg egyébként a gyenge páncél az alvázom. Illetve Leopard 1A5, Leopard 2-nél a torony se kimondottan erős. Valami olyan dolog, amit szeretnél hozzáfűzni a Leo vonalhoz, valami személyes tapasztalat, ami tetszett, nem tetszett bennük neked? Őszintén, nekem ami nem tetszett, az még a régebbi változtatások. Bocsánat, hogy így nosztalgiázok, de... Egész nyugodtan. A régi változtatások szerint a 2A5, 2A6, illetve 2A7-es, illetve 2AX át lehet nevezve. Ezek a Leopardok a legnagyobb előnyük az az volt, hogy nem lehetett őket frontból beütni elég könnyen. 200-300 méter fölött, de esélytelen, hogy beütél Leopardot frontból. És ez azért volt, hogy az alvány csutkapiros volt, és a torony alatt van egy ilyen sofőr a búbja. Vagy nem tudom, hogy az a sofőrnek van-e rendeltetésszerűen oda téve. Mindegy, egy legénységi tagnak a kikucskáló része az átütető volt. Az volt az egyetlen zöld pont. Tehát itt a nyakáról beszélve, kigazoltatom a garázsba.
a szemből nézett bal oldalt van egy ilyen kisebb kitüremkedő. Itt lesz ez a rész a terület, de mindjárt meg is nézzük. Csak mutassuk arma a kalkulátorba a dolgot. Az mostanában már piros, a piros az egész rész, és már csak az alvázukat tudod átütni. Jobbik esetben, hogyha megvan az adott átütésed, különben az is citromsárga. De ébrelemcekből tanulva meg kell próbálni. Egy lövést mindenképpen meg, a citromsárga attól függetlenül, hogy nem zöld, az meg azt jelenti, hogy beüt. Így van, tehát nekem is az volt a benyomásom vele, igazság szerint a 10-essel, hogy a tornya az rendben, a páncél, az alvász teljes mértékben úgy éreztem, hogy papír. Nekem ez a benyomásom volt. Egyedül a TIR 9-es, a lapát 2 állhat, amit nagyon sajnáltam, hogy el kellett adnom, mert nem bírtam etetni a 10-est, ugye az már egy költséges dolog kimodizni. Ő volt az, akire azt mondom, hogy az alváz is levett egy pár lövés, de szíves általában azért nem az volt a jellemző. Ennyit a leopárdokról, és akkor menjünk lejjebb, ugye Sheskin papárnál több MBT vonal is van, a T-szíriás orosz tankok, ugye szokott szovjet szörnyetegek. Azt lehet mondani, a 12 E-tucat elvén rendeződnek, ugye a T-5-től 8-ig azt lehet mondani, hogy nagyon hasonló az élmény. Viszonylag mobilak, tehát a mobiltársai nem nagyon paraszkodnék, jó a toronyforgási sebesség, nagy az alfa sebzés, versenyképes az átütés, pálcizattal meg lehet úgy barátkozni. Nyilván a has az egy baromi rizikófaktor, de nagyon kicsi az a gyenge pont, illetve nyakánál be lehet őket lőni. Hát az oldalát ne igen lássa az ellenség. T9-re nemesnél fog valamit változni a helyzet, annak elsőbb a kémjár kiemelkedni, nagyon jó a védelme. De azt lehet mondani, hogy azért AP-ra már nem tökéletes ennyire az összhang, azért Outroadert, Ágyúzávárt, ilyesmit lőttek el nekem, bepukkantották a nyakát. Majd csak a T14 almata lesz, ami nagyon különbözik, ami teljesen más vonalat képvisel. Tehát ők azt mondanám, hogy ha meg tud barátkozni azzal, hogy az ágyos üldésed az annyi amennyi, akkor igazából egy nagy alfasebzésről és egy versenyképes áttérésről és egy jó páncélról szólnak. Egy általában véve egy nagyon erős vonalnak gondolom őket. Nem tudom, Frankie, te hogy élted meg ezt a T-szériát az armatáig? Élveztem, tehát élvezetes tankok voltak. Egészen úgy van az 2.0-ig, és utána lepecsekbe. Ugyanis úgy van, hogy ez a T-szériát azt úgy háttérbe szorították, tehát ha nem tudom, hogy mostában én nem jártam, de te igen, hogy egy ilyen T-90, T-90A, T-72, vagy akármilyen T-szériás tankot, te milyen gyakran találkozol? Mert szerintem esetekben 10-ből... Hát nagyon. 10-ből 3 alkalommal, amikor találkozhatsz a tankkal, ez azért van, mert a sáros főtele. Most néztem, hogy T90, T90A nincsen AP-se. Tehát ATGM-es simán igen. Felül. T90 nem, na ott már azt mondom, hogy van valami fejlődés, mert van, egyrészt ugye választott soft kill vagy hard kill-es AP-es, illetve az ágyúja nagyon jónak kijelződik, ahhoz képest ugye elvileg ugyanaz a T90-es 125 mm-es ágyú. És az utatám a T-14 armatának ugye a frontális páncélját, hogy azért ahhoz képest, hogy a T-14 armata, és hát vigyázba szarta magát az egész NATO, úristen, hogy a T-14 armata. Németországban volt egy nagy pánik, berendeltek az USA-tól uránimus lőszertesztelő, és azzal meg voltak elégedve, de hosszabb távon az látszik, a Leopardoknál nagyobb kaliberű ágyra fognak váltani, mert Németország nem éppen dúskáz urániumban, és nem akarnak háborúsként függeni amerikai ellátmánytól, ezért ők maradnak a wolframos páncéltörőnél, de nagyobb kalibernél. Most ha megnézzük a Leopard 2 Weiss-nak a 900-as áttétési nagy koporsos széget, azért látszik, hogy azért van baj. Ugye a toronnyal is van baj, igaz, hogy nincsen benne legénység, ennél fogva nagyon minimálisan vesztünk HP-t, csak hogy autoróda rágyúzává toronyforgás, tehát ami modul csak van a toronyban, az minden világát tud menni, hogyha a Leopard rendesen be. Most akkor neki nézzük egy átlagos 800-as koporsos széget, azért lehet látni, hogy a torkát el lehet harapni, és azért az alvázat is megmaradt, mint a T-szériánál megszokottak megfelelően. Na, megnézhetjük egyébként az Abrams-szel is. Annak már sokkal kevesebb esélye lesz. 152-es ágyus nagytesónak. De még mindig azt mondom, hogy frontból páncélre szörnyetek. Hogyha gond van, akkor általában az van, hogy szerintem én úgy érzékelem, mintha érzékeny lenne a T-14 armatám a hálőszerre való spammelésre. A tornya. Elég sok modul sérülést kapok hálőszertől. Kémjár kiemelkedő, és kivéve a Leopardnak 900-as AP-ről összejött, még AP-ről is egy elég jó páncélzat. Nem tudom, T-14 armatáról valami?
Ami szeretnél. Volt már jobb is. Hát, de igen. Amikor bejött, akkor... Hát, hogy is mondjam, IR-10 dominálta úgy, hogy van. Egyrészt az ő nagyon OP volt, meg orosz. BS, illetve nagyon kevés IR-10-es tank volt akkor még a játékban. Úgy fogalmaznék, hogy az alvázó, ami mostanában nagyon zöld rész, azt piros volt, és mert ugye a tanknak maga a profilja az elég, és ugyanúgy a sofőr, hát a legénységi kukucskáló rész volt egyedül zöld, hogy be lehetett ütni, azt hiszem úgy annó. Igen, meg ugye volt olyan egy 52-es ágyú, ami most jelenleg Tier 10-ben prémium, ugye volt is a kipróbálással állam, kapta a tesztvezetési időszakot, abból született is egy videó. Igen. És most jelenleg én Tech 3-ben is nagyon élvezem, tehát én nekem még mindig jó a kedvenc, a Tier 10-es MBT a számomra jelenleg is. Igen. És a sok nerfnek, ha sok nerfet levesszük, vagy azokkal együtt, akárki ahogy gondolja, még mindig Tier 10 legjobb tankja. Attól függetlenül, hogy alvázban simán átütöd, illetve hogyha a hátkész APS-ed lejön, attól függetlenül bármibe tud ütni. Tehát bedöntöd a tankot, 5 fok fölött már simán viszik a első láncnak görgődet. Át is ütik, le is láncolnak, és még sebeznek is téged. Igen, ez még elég általános Tier 10-ben. Hogyha nincs javítókészleted, vagy ugye cooldown-ban, a drágább inkább az szokott lenni. Van, akkor cseszeted. Még azt lehet próbálni, hogy befüstölsz, viszont ha körbe vagy véve, akkor felesleg. Shift and Challenger vonal, itt azért vártóak változások, mert olvasgattam a deblogon, hogy a C1 Ariety az legalábbis a deblog leírása meg úgy, hogy kikerül oldal ilyen alternatív fejlesztésnek, és az AL-20-szein fog bekerülni a helyére. Az AL-20-szein egy alacsonyabb torolyprofilra rendelkező 1-es Challenger, ami egy 120-as sima feladatú ágyút kap, más lőszerekkel lesz felszerelve, és személy szerint elég sokat várok az AL-20-szeintől. Nem tudom, te mennyit olvasgattál róla a deblogon, vagy... Érdekes lesz. Hát, ugye Challenger vonal, selling point, taladási pont a páncél. Azt lehet mondani, kakuktojás volt idáig ugye a C1 Ariety, de most már az AL-21-en ez kakuktojás itt a T-80 megszűnik. Igazából egy bestiálisan kemény páncélzat. A shiftereknél inkább csak holdownba. Ott azért az alváz nagyon gyenge. Ki a shifter 9-es tömnek egy ilyen IS-3 spike nosszerű valamilyen van, azzal azért lehet manőverezni. Ameddig teljesen szemben állsz az ellenfél, addig azért nagyon meg tudod keséteni az életüket. Addig jelentős a páncélja. Challenger széria, unblock, atombunker, de nagyon borzasztóan lombák. Nekem az a bajom a cserébe, és azért nehéz fejleszteni is őket, mert részén maga a tank lomba. Ezáltal, hogy lomba egy csomó szituációból kimarad. A másik probléma pedig az velük, hogy az, hogy nem az átütés az eléggé gyenge. Gyengének érzem. Illetve a töltésidő is hosszadalmas, tehát a damage per nét azért lesz borzasztóan gyenge, mert vagy nem élsz oda, vagy rábízd lőni egyet, de nem tudsz rá még egyszer betölteni. És ezáltal az XP hozamod is lényegesen kevesebbnek érződik, legalábbis én ezzel szemettem ezzel a vonallal. Van belőle premium is, Tech3-ben a Shift 9-elesítottam el, de nem lett meg a Challenger 1, mert nem bírtam idegekkel. Nem az én játék stílusom, nekem nem annyira fekszik, és sokkal pörgősebbet igénynek. Felkite, hogy élted meg ezt a Shift and Challenger vonalat? A Shift-én a vonal volt az, ami... Mondjuk azt, én van fogalmazva, hogy életemben nem szemettem még. Aztán a Challenger 1-t egész az átudít. Mondjuk azt, hogy kellemes felüldülés a Shift-ének után. Viszont a Challenger-ek igénylik azt a fajta játékmódot, hogy hiába van páncélzatod, pár már fogok kövezni, de a Challenger-eket én inkább támogató egységek írnám le, mert hogy jó, hogy van páncélod, csak mivel lomha vagy, ezáltal 2v1 szituációban semmi. Így van, tehát ez nem egy frontline broly. Nem lehet fel előre menni, nem egy rush tank. Plusz, ha jól tudom, ha még a TL10-es Challenger-en... Napjáson? Hát kell. Jó, ez meg elfogadható. De például a TR9-es tank, hogyha nincs meg a plusz páncélzat, a
dash HP-k is, akkor a tankot használhatod. Hát igen, ott egy a War Thunderből ismert rettetesen nagy has, ami hát igencsak igen. Gyenge. Meg kifullozva, meg minden. Nagyon lomha tankok. Tehát támogató egység az összes. Még volt a Challenger átuditónak egy fénykorszaka úr. Két meccsel ezelőtt azt hiszem, amikor a hashgranatját nem nerfelték le. És egy olyan barátságos 1300 felsebb. De úgy, hogy hashgranatról beszélünk, tehát még a páncél döntöttsége se számít nála. És hatékonyabb volt, mint a AP-SDS lőszere. Ilyen kicsit olyan, mint a UFO Object kis tírbe, hogy ugye bár hatékonyabb HL lőszerre. Szészpemmel mindenkit. Valami hasonló sztori. Kínaiakok, hát nekem a legeslegelső MBT vonalam volt, és kínaiakon belül van egy érdekes dolog, hogy elágazik a Tech Tree, két vonalon is ugye el lehet jutni igazából a csúcsira. Én nekem a VT4 nagyon-nagyon fontos volt, hogy meglegyen, mert tudtam, hogy 2017-es MBT, Fülöp-szigetek, Manila, Malajzia, ezek tesztelgették, oda abba a délkelet-ázsiai szekcióba kívánja kimondottan exportra gyártani Kína. Ott ők nagyon szeretett, én meg vannak elégedve, valószínű, hogy Indonézia fog belőle tetemesebb tételt vásárolni. A kínaiak úgy indulnak, hogy ilyen copypaste orosz jelleg, és majd 5-ös, 6-osok lesznek igazából egyedibb fejlesztésűek, általában véve a selling pointnak meg lehet határozni a félig light tankok. Mert egy extrém mobilitásra rendelkeznek az MBT világon belül, semmi nem ilyen gyors. A moduloknál rendszeresen fogjátok látni, hogy chip tuning van a motorjaikban, nem hülyeskedek. Turbóval vannak át, amint korábban a light tankoktól elvett mechanika, és ők kapták meg. Tehát olyan mobilitásra rendelkeznek, amivel semmilyen MBT van a kanyarból sem. Az 7 centség, ott elszáll az első MBT-k oda minden kulcs pozícióba. Megkérd az ellenfelet, mert ha hosszabb pikúton, mert megteheted, mert annyira gyors vagy. Ugye az ágyúnak az orosz karakterisztikája azok, hogy baromi nagy alfasebzése van, abban nem lehet csalódni. Illetve a hátulütő az, hogy egyrészt az ágyus védés is orosz, tehát magyarán nem nagyon van neki. A másik problémát, amit én megértem, az oroszoktól nagyon-nagyon elmarad az átütésben. És éppen emiatt, hogy az átütéssel folyamatosan konzekvensen problémák vannak. Itt a garázsban szeretnék valamit, nem tudtam nektek, majd érkezni fog lesz saját videója, Type 96B, Tier 8-an megkapja a Tier 10-es lőszert. Majd a saját videójában kifejtem, hogy mit gondolok erről, mennyire egy mocskos pétú, mint dolog, neki 800-as penje van, de egyébként az átütés folyamatosan gyenge. Csak a Tier 10-es Type 99A2-nél vagyok igazából megelégedve az átütéssel, és sokan köztük Frank is mondták nekem, hogy nem biztos, hogy jó vételt, jó botot csináltam azzal, hogy a fejlesztési fába a kínaiaknál itt a VT4 és alsó soron jöttem. Legtöbbek szerint az a Type 92, 99, 10, 99 sor lett volna az, amin érdemesebb jönni. Frankit, ahogy jöttem a kínai MBT vonalat? Nagy nehezen. Mert úgy van, hogy ahogy elmondtad, a Tier 5-ig copypasta az egész szovjet. Tier 5-től Tier 8-ig dugnod kell az alvázatú biciklit. Tier 9, Tier 10, na az egy kicsit egyedi fejlesztés. Hát ebből ugye a Tier 9, Tier 10 között semmi különbséget nem találsz. Hát, átütésre emlékeztem, hogy ott azt hiszem a 9-esnek voltam, nagyon szenvedtem az átütésével. És megmerem kockázni. 7-20, igen, az nem pen. Egészen a mai napig szerintem egy játékos nincsen, aki tisztában lenne azzal, hogy egy Type 9 át, vagy egy A2-t te frontból hogy tudsz átvinni 100%-os esélyt. Mert szerintem még mindig nem. Igen, tehát... Type 99 ellen, akkor egy 900 milliméteres átütése is szerintem citrósárgán jelzi az alapázát. Igen, tehát az benne a furcsa, tehát hogy mondjam, az egész társadalmat, én úgy érzem, hogy ez egy rohadtul zavarosban lehet jól halászni. Fejlesztődtek egy olyan húzásra, hogy gyakorlatilag papíron, ha megnézel az elmélet szintjén, ugye minden jó esetben is sárgás lesz, mondom jó esetben. Most megnézzük a Leopardnak a 900-as nagy lőszerét, hogy jelentős zöld területek vannak, az alvász szinte teljes mértékben, ahol nem fedi kiegészítő páncélzat, erre, ott teljes egészében élénk zöld, illetve az ágyú löveg pajzs, illetve nyaka körbe egy ilyen fekvő F betű, vagy egy U betű formában, akinek hogy tetszik,
az mind zöldre jelzi, csak ez meccsben rohadtul nem lesz zöld, ez meccsben legjobb esetben is sárga lesz. Így van. Tehát ez a 50-50, az a vagy beviszi, vagy nem, de többnyire inkább nem. Tehát szemből azt látom most 1.52-es T14 armata. PvP-ben nézett, és néztük egymást, és rátszor nézett mindenhol, mi az Isten csinálja, hova lőjön. Akár próbáltam mindenhol lepattan. Én meg folyamatosan lőttem be a sebzéseket a hasába. Ha megnézem az Abrams-nek a lőszereivel, melyik a legnagyobb lőszered? 725-ös? Igen, a 725-ös. Esélytelen. Merkova M4-nek azt hiszem 800-as a... Így van. Ez, ami itt tettek ebben a nézetben zöld lesz, ez a meccsben a legjobb esetben is sárga. És inkább ez jellemző az, hogy 80-90%-ban nem üti be. Tehát hiába lennének itt a nyaka annyira pici, egyszerűen azt lehet találni, úgyhogy az ember mozgatja az alvázatónyot, hogyha próbál védekezni a másik játékos, azt eltalálni majdhogy reménytelen, de még hogyha be is találsz oda, ahol elvileg zöld, nagyon sok esetben akkor sem fogod beütni. Ez pedig itt az ágyúnak a két oldalán, amit általában gyengének érdel a sebzés modell, felejtsétek el. Talán, de csak talán a hasárval lehet próbálkozni, de az hiába zöld, indikátorban legjobb esetben is sárga lesz, és egyáltalán nem mondhatom azt, hogy érdemes a hasát is lőni. Csak azért nincs más. Na, vagy elkezdte spammelni hálőszerre, vagy hessel, hogyha éppen azzal vagy felszerelve, amiatt nem sok fogalatja lesz, maximum az ágyút fogod pirosra eljönni neki, illetve itt fennezte mindenféle antenn optika dzsungelnél nagyon minimálisan lehet sebezni. Vagy próbálkozol a legjobb koporsó szegeddel a hasát lőni, de még a hasát áldás el is dugta, egy ilyenet találkozó húdonban, a szívás. És itt ez a két pont, most itt nem sebzés modellben, hanem a garázsban nézegetjük. Itt lenne elméletileg belőhető, gyakorlatilag ez piros. Engem még ott nem hiszem, hogy valahogy belőttek volna, vagy én mit tudtam volna lőni valahogy is. Tehát ez egy szalkettes, független attól, hogy bot volt, vagy játékos volt benne. Szóval a 9-es, 10-es tírben jók páncélra is, frontálisan, illetve ezzel a 800 mm-es lőszerrel, a Type 3 DU AP-val, amely egy koporsószeg, egy Alma Piercing Fin Stabilized Discarded Sabo, ezzel úgy érzem, hogy versenyképesek, és ugyanezt a lőszert, ugye pay to win, sokáig azt mondtam, hogy ebben a játékban nincs pay to win, azért most már érzem, hogy van. Ez a Type 96 B-vel, akkor a 10-es MBT-t majdnem leviszed Tier 8-ba, ugye a lőszer típus azonos, csak ennek már azért a páncélja nagyon-nagyon gyenge. Gyengé beresztés, majd kiresztvesézve mindenféle tapasztalatot fogjátok látni meccsben, hogy viselkedik a saját videójában, de ennek azért itt az a zöld hasa, ez már tényleg zöld. És a tornya sem igazán atom bunker, de majd róla a saját videójában. Hát azt hiszem, hogy tudunk a kínálkor egyenlőre összefoglalóba elmondani, és akkor az Almanad Wolfernek az új, az óvodájában feltűnt egy új jel, a rája. Laros nevű néni. Nem tudom még az MBT vonalra sokat érdembe elmondani, mert ugye a Leclerc prototípusa van devblogon, nagyon-nagyon furcsa mechanikákkal rendelkezik a devblog szerint. Tehát az, hogy tud egy MBT-et, 10-es MBT-t spotolni, nem is akárhogy, van olyan spot funkció, hogy 100 méteren belül minden környezetében lévő ellenséget egyszerre bespotol, és azok még jobban is sebződnek. Ha jobbat tem ki a deblokból, ami nagyon furcsa dolog, azért nem azt mondtuk meg, hogy MBT spottoljon. Pláne nem így. Gondolom ezzel akarták unikárissá tenni. Egyébként, hogyha a War Thunderre hasonlítom össze, mert most jobb hiány más nem jut eszembe, akkor is sokkal-sokkal gyengébbek. Látványosan gyengébbek a francia járművek, mint ott. A gépágyú működik, a 20 plusz gépágyú, már szoktuk a War Thunder most egy pusztító, az itt is az, illetve itt az Almond 13 DCA, egy ilyen kis vadhajtás az Almond Warfare-ben, radaros légvédelmi, tehát ez. Igen. Magyarém, de van. Ezt mi idáig klárban be tudtuk arra hasznosítani, hogyha nagyjából a CG-ben nyomtuk a Spec Ops-ot, ott azért vannak helikopterek. Azok ellen, de egyébként értelmezhetetlen a számomra. Hát van már pár izomrakétás ebben a vonalban. Ez a C-13 TUA, hogyha megvan neki igazából a fejlesztett rakétirányítási rendszer a modulottál különnyitva, képes egy időben két rakétát a levegőben tartani, ami által ilyen 1800-2000 sebzéseket be tud mocskolni. Valami nagyon hasonlóra kell jellegében számítani a WCAC Mephistóval is, és csak ATG-mekkel fog garázzálkodni, nem lesz neki gépfegyvere. Szóval egy olyan MBT vonal, amiben működik a gépágyú, ez unikális, és vannak bele vegyítve rakétás TD-k.
ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszik és mindenkinek jó lesz, mert aki MPT vonal akar játszani, az nem akar csak rakétás TD-vel játszani szerintem. Sok embernek ez nem lesz szimpatikus, illetve ez a Leclerc T40, tanástalan voltam, hogy mi az a 9-es prémium, ez egy olcsó, biztos nem lesz 9-es a prémium. Ez bekerül Goldér, ilyen sem nagyon volt még idáig, a 9-es Goldér vásárolható prém. Ezt a Terminátor sorozat ihlette az oroszoktól, úgyhogy egy 40 mm-es gépágyú lesz valamilyen francia atomrakétákkal. Tehát nagyjából ugyanazt a képességet kell tőle válni a Terminátor 2-től. Nagyon-nagyon arra hagyazó drónnak ígérkezik, egy Leclerc MBT-nek az alvázára lesz a felépítmény elhelyezve. És hát a Charles Leclerc 9-esbe, 10-esbe az nagy talány. Ugye már vannak ilyen képek a devblogon, nagyjából hogyan fog festeni küllemére, de még semmit nem tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Ez egy olyan történet, amit ki kell várni. Így van. Az biztos, hogy nekem mind átütése, mind sebzése, mind páncér a franciák, ez a 3-as, 4-es, 5-es, ez ilyen katasztrófos sújtott övezet. Nem értem, hogy az Olaf tegyen mit keres itt, ide is betéve. Az a égtem ki, még a másik dolog, amit kiégtem, hogy az hogy lehet, hogy az Alamix 30 B2-es prémium, az alapváltozat, a Brainus az erával, a Tech 3, az egyrészt, és miért erősebb páncélra az alap B2-es, hogy ugyanarról a tankról beszélünk, mind a kettő egy és ugyanaz, csak a Brainus tele van pakolva erával. Ez egy olyan kérdés, amit szerintem senki nem tud megválaszolni, szerintem még a developer team. Igen. Erre csak ezt tudom. Alamix 10 RCR az már viszonylag régebb óta bent van, illetve eddig is bemondta az Alamix 10 P90. Ezek a kis francia, hát TD-k, vagy minek mondjam ezt a... TD-k. Hát akkor azt hiszem, hogy elbeszéltük a parancsnokat és az MBT vonalakat, ezek voltak elsősorban azok a marginálisabb kérdések, amik folyamatosan visszatértek, és hogy azért ezt megválaszoljuk legyen egy egységes videó legalább erre a két témára így együtt összefoglalva. Hát nagyon szépen köszönöm a segítségedet, Sensei. Bármi. Reméljük, hogy megválasztuk a kérdéseket, és hogyha valami mennyit maradt, akkor úgy a komment mezőben szívesen fogadunk kérdéseket, mindazért a csatornák a Discord szerverén, úgy írásban, úgy hangban. Elérhetőek vagyunk, hogyha valakinek szüksége van még valami extra információ, de kérdés kimaradt, szeretnél föltenni, föl lehet tenni. Deblogolni fogom most már, én legalábbis fogok deblogolni most már az Almedről, és hogyha felkerül valami érdekes a devre. Várom mindenki szeretettel mindenhová, hogy egyikünk se kimondott a rejtőzködő típus, el lehet minket érni. Köszönjük a megtekintést, srácok, én Sándor Grof voltam, sziasztok! Szervusztok!